tokáját, azt a ráncosat, azt. Csíp meg, Csasz, csíp meg. Megérnek a száját. Nem is igazi ez az útfölhúzásod, te blöffölős. Na melyik bőgés? Hát, hogy a kicsi. Kapja kétszeresed a saját adott nekem, mondom, mám, akkor megint futnunk tőle, mert agadtak ezünk minden vissza. Hát elég sokat lent vagytok pedig ti is, nem? Ja. Este is leszoktatok jönni? Persze, meg még a Balázs lehozza egy olyan P11 magasságával, 10 óra magasságával. Még utoljára, tudod. Késő este már nem szeretem én lehozni, mert már félek lejönni. Na, mondjuk itt azért nem olyan veszélyes, talán ki van világítva, vagy azért igen. Vannak fura emberkék. Igen. Már itt tényleg ki van világítva, hogy olyan gond nincsen. Ez is egy mocskos környék. Hát meg nem mondom, milyen autóját a páromnak egy évvel ezelőtt. Pontosabban céges autót, tudod, elloptak, de több millió forint. Innéte? Itt volt. Ajja. Úgyhogy ez is egy érdekes kis környék. Két évvel ezelőtt valahogy így. Ja. Ez egy Győrben nem nagyon hallani ilyen autólopásokról. És mondjuk ez egy márkás autó, de én nem ismerem ezeket az autókat. Nem, még szerencsé, hogy cég autó volt, ja, ugye? Cég, de azért akkor is tudod égő. Most aztán mondod a főnöködnek, hogy na, elcsolták este az autót. Na most Skoda Octavia van egyébként, azt tudom. De azt meg nem mondom, milyen márkájú volt, de jó, összmeregy autó volt.